Ezek a képek Máté Szalkán készültek Balogné Farkas Rózméri kertjében. Őt nem csak a városban, hanem országosan is legjobbnak tartották minikertek kategóriában. Ahhoz képest, hogy picike terület, sokfajta zöldséget termesztettünk, és nekünk nem mindegy, hogy a saját termésünket fogyasztjuk, vagy pedig a boltokból. Azt gondolom, hogy teljesen más az íze. Jó érzéssel tölt el, amikor kimegyek a kertbe, és látom tulajdonképpen a gyümölcsöt, amit tulajdonképpen megtermesztettünk, vagy zöldséget, amit ketten a férjemmel műveltünk, a kertet. Ezek már a helyi díjátadó képei. Máté Szalka tavaly első alkalommal kapcsolódott be a Magyarország legszebb konyhakertjei programba, de a helyi bírálóbizottságnak már első évben is több mint 200 nevező közül kellett választania. 3 pályázót terjesztett fel a helyi bizottság az országos versenyre, közülük 2 elismerésben is részesült. 7 kategóriában hirdették meg a tavaly évben, illetve most már az idén is. A tavaly évben a biodiverzitás éveként volt ez meghirdetve, és nem csak a növényekre, és ezen belül a zöldségekre és a gyümölcsökre, vagy a dísznövényekre voltak kíváncsiak, hanem az élettérre is, hiszen a biodiverzitás a sokféle színűséget jelenti, és így aztán azokban a kertekben, ahol éppen mondjuk egy rovart, egy madarat, vagy éppen a sűnöket tudták lefotózni, ezek csak emelték a pályamunkáknak az értékét. A program legfontosabb célja, hogy népszerűsítse az otthoni kertművelést. Idén is várják a jelentkezőket, június 15-e a pályázatok beérkezési határideje.